Kalontai Szilvia, Gáspár András, Jónás Rita, Vizi András, Csupa-csupa, Vetélkedő, azaz Vetélkedő mellett. Mennyire szeretnek játszani és mennyire szeretnek nyerni az RTL-kot? Szerintem nézői. A zenészbe egészen biztosan Szalontai Szilvia miatt jönnek a nézők játszani. Ó, ez valószínűleg. Köszönöm szépen. De ugye én egyedül vezetem a 100-ból egyet, ott én miattam jönnek. És talán a játék miatt. A gyerekek még nyilván játszani szeretnek magam. Így van, a gyerekek nem miattam jönnek, hanem játszani szeretnek. És most már elmondhatjuk azt is, hogy a műsorról nevezték el a kalóz kazettákat. Sőt, az ellenőröket, az kalózokat is, ugye? Igen. Tehát akkor most és az RTL műsorán először nagy visszatérők, nagy legendák, három nagy legenda következik. Két György és egy Géza. Igen, Markos, Nádas, Bonc, nagyon nehéz emberek. Jó estét kívánok! Mai műsorunkban nagyon nehéz emberekről lesz szó. Először riportot láthatnak egy hazánkban tanuló külföldi diákkal, aki magyarországi élményeiről mesél. Majd ezután betekintést nyerhetnek a távgyógyászatba. Kameránkkal ellátogattunk egy házaspárhoz, ahol is egyikőjüket egy UFO megerőszakolta. Végül megismerkedhetnek egy családdal, akik már 15 éve veszekednek. Hölgyeim és uraim, jó szórakozást kívánok! Először is arra kérném, hogy mutatkozzon be. Dono Pepele Agawa. És ez mit jelent magyarul? Fényes kecske tavasz és uhalásának gyümölcse. De hogyan szólítják itt Magyarországon? Ács Béla. Édesapját hogy hívták? Dono Pepele Agawa. És édesanyja? Dono Pepele Agawa. Mi a különbség a kettő? Az, hogy a mamánál van deti, és a mama fordítva eszik. Értem. Testvérei vannak? Van öt testvér, meg három nő, lány testvér. A lányok nem testvérek? De csak üveggyöngyér adják őket, akkor nem komoly. Mióta van Magyarországon? Muszáj... 1951 óta. És ön most hány éves? Na, kettők legamban voltam. 27. Bocsássa meg, ez nem jön ki. De ki jön, külön. Csak nálunk fordítva van, mert nem januárban indul el, hanem áprilisban. Akkor az ünnepek is másként vannak? Igen, mert én egy évet vesztettem azért. De az ünnepek megvannak önök. Van ünnep, minden ünnep, csak máskor van, mert amikor nálatok van tél, van nálunk nyár. Most nálunk nyár van ott. És milyen ünnepekről beszélnek ott? Például van nálunk is az ember, aki megy és beteszi ablak. Még hulás létezik? Van, csak nem úgy hívják, hanem csaká ulla, jaká, wemá, 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 jaká, oká. Azt jelenti, hogy felállat ez egy-egy foltos hiénat, és bedobja az ablakon reggel 5 órakor, és ha valaki kínhagyja a hatalmas nagy bőrdodáját, vagy ami tele van vízzel, akkor aztán nem viszi a hiéna, akkor jó ember vagy, akkor jön umbálaká, és bedob neked egy élő madarat az ablakon. Nagyon szép szertartás. Nagyon szép, és hogyha karma beleakad a bőrébe, hiénának, akkor azt nem viszi el. Gondolom az egyetemre jött Magyarországra. Oda minden egyetemen jártam 7 évet fejlődik. És tulajdonképpen mit tanult az egyetemre? Nagyon jó vicceket tudok, azt nagyon tudok viccet mondani. Mi a kedvenc? Kedvenc viccem. Megy a Santa Orszar, megy le a folyó partnát, és ez a ordod, bicik a ordod, tudod? Bemegy a folyóba, jön a krokodil, uaga, uga, jön a krokodil, ha-ha, orszarvú, belenéz vízbe, bele, puf, jön a krokodil, lárapja a másik lábát is. Erre megszól a krokodil, hát ez egy nagy hülye viccút. Erre mondta a orszarvú, mert. Értem, az a seb, ami ott van a szem alatt, az honnan szerezte? Férfival van, ott, hogyan történik a férfivá avatás? Nagyon szigorúan kell nézni, már reggel 5 órától szembe kell nézni törzsönökkel. Nagyjával kezedbe. Akkor a törzsönök mondja, hálle! Akkor 13 éves gyerekek kiszállnak sorból, akkor meg van, le kell fogni folyópartra, gatyán nélkül, gatyán nélkül, le kell tolni,
Hagyd, lerohansz, és az a próba, hogy a álva krokodilt le kell kakálni. És akkor már férfivé jön? Nem csak, ha visszajön a futyéval ágyút, akkor már férfi lett. Értem. De ön már akkor férfi ezek szerint, ahogy Én nem tudom, mert nagyon gyors volt a krokodil. Értem. Ha jól tudom, akkor ön az első újhajas, a hajbeültetésnek az egyik próbája volt önnél. Jó, mert volt Fokvárosban, volt nagyon 18 óra mutatót csinált az orvos, dr. John Crowilla. Crowilla, az mi törzsünkbeli ember tanulta. Úgy ájultatja, hogy egyenként dúltál bele hajakot a fejembe. 34 000 haját dugott fejembe. Fantasztikusan szép most, ahogy látom a haja. Nem magad, nagyon szép. Nem kell, csak kicsit megmosod. És annak idején, amikor nem volt még műtét, akkor hogyan nézett ki? Ugyanígy. Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Várom az első telefonálót. Haló! Haló, haló! Haló! Varázsló lakás? Nem. Ez a gyors csókféle meditációs és egészségtartósító központ. Tessék! Én azt a gyógycsók urat keresem, aki telefonnal gyógyít! Igen, én vagyok. Hunja le a szemét, és lazuljon el. Azt nem lehet, mert én egy száguldó autóba ülök az összes családommal, akiket meg kell javítani. Visszahívom. Haló? Itt én vagyok. Habcsók doktort keresem. Igen, én vagyok. Kezdhetjük? Igen. Üdvözöllek téged. Jó van, tegeződjünk. Én a fény fia vagyok. Örök tavaszt hozok meg boldogságot. Atyád vagyok. Nekem ugyan nem. Én a fény fia vagyok. Mi ez a zene? Magyar nóta nincs? A fény fia mindenen tud segíteni, mert én vagyok a fény fia. Jó van már, gyerünk gyógyítani, távcsók, doktor úr. A telefont tedd oda, ahol fáj. Nem egyedül vagyok, itt az egész család. Őket is meggyógyítom. Nagybácsikám, ő is nagyon beteg. Engedj el ő is magát. Ezt teszi, arrébb ül az árnyékszéken már 4 napja. Alig él. Menjen hozzá. Menjen maga. Tegye rá a telefon. Hogy is ne, hogy olyan legyen a készülék? Nagyon beteg? Inkább büdös. Erre még visszatérünk. Van még valaki? Igen, a kisugom. Ő süket. Tegye rá a fülére a telefont. Oda tette? Igen. És hall? Nézd ide, hall! Ugye? De most nem lát. Akkor tegye az orrára a telefont. Nos? Most lát, csak nem érzi a nagybátyámat. Jó, még visszatérünk rá. De itt van a Gergely öcsém. Neki aranyere van. Erősen helyezze rá a készüléket. Hova? Hát az aranyerére. Mi történt? Ezüst lett belőle. Erre is még visszatérünk. Én vagyok a fény fia. Ezt már hallottuk, fény doktor. Itt van az asszony. A lábával van gond. Gombák. Őt is hozza vonal közelbe. Tegye rá a lábára a telefont. Ez mérges gomba. Ezt honnan tudja? Beleharapott a telefonba. Erre is még visszatérünk. Érzem a gyógyító fény. Hát akkor gyógyítsuk tovább. Örök tavaszt hozok, boldogságot. Engedd el magad. Jó, én elengedem. 100 forintnak, 50 a fele. Egye meg a... Na de itt van még a másik nagybátyám, az Illés. Bent van arrébb a házba, görcsei van. Honnan tudja? Idáig hallatsz. Menjen be és helyezze oda a telefont. Azt már nem. Miért, fiam? Mert kürt után jön a sógor. Erre még visszatérünk. Hát végül is én maradtam. Mi a bajod, fiam? Fáj a fejem. Tedd rá a készüléket. Rátettem, de még jobban fáj. Te lehet attól, hogy viagrát szedek? És van eredménye? Dehogy van. Ide figyelj, Rasputin. Ha meggyógyítod a bogyis hívjákomat, boldog leszek. Bízzál bennem. Csukd be a szemed, gondolj rám, te is a fény fia leszel. Jól nézel ki, izmos vagy. Érzem, benne vagyok a fénybe. Tedd rá a telefon. Rajta van a telefon, csak kicsit billeg. Képzeld el a fényben rengeteg gyönyörű ember. Én is ott vagyok, közelebb jönnek, egymásra nézünk. A fátyol leesik rólunk. Hurrá! Hurrá! Ledobta a telefon! Akkor azonnal ülj be egy taxiba és gyere ide.
Ön egy levelet írt nekünk a szerkesztőségbe. Ezért vagyok most itt. Legyen szíves elmondani, tulajdonképpen élőszóban, amit a levélből megtetszett már írni. Hát nagyon nehéz utólag, mert az uram semmit nem hitt el a dologból. És nehéz visszaemlékezni rá. Nemrégiben történt. Kint sétáltam. Mit nem is annyira sétáltam, hanem szerettem volna az uramnak szedni lóherét. Persze. És ahogy ott a mezőn vagyok, egyszer csak megdöbbentem, mert egy hatalmas nagy fényt láttam. Mikor volt ez sokkal? Fölöttem. Hát ahogy az órámra néztem, fél egy lehetett. Uh-huh. De lehet, hogy később. És a fényből egy nagy hangot hallottam. Mondta, hogy ő most lejön hozzám. Igen? És akkor lejött, és a fénybe be kellett mennem, és akkor eldobtam az összes lóerét, amit szedtem. Megfogtam a fényben azt a valamit. Nagyon megtetszett érni? Nem, de jól megragadtam azt a valamit a fényben, mert biztonságérzetet adott nekem. Aha. És onnantól kezdve az események fölpörögtek. Föl. Hirtelen. Kétségtelen, föl. Soha nem fogja elhinni nekem, úgyhogy akárhányszor mesélem, mindig azt mondja, hogy hazudok. Ahogy mentem, és megragadtam azt a valamit. Milyen volt ez a valami? Hát, mintha egy lábat fogtam volna, vagy valami biztonságos dolog, és nyugalmat éreztem. És hirtelen utána már bent voltunk a éjjeli szobába. És akkor az történt, hogy mintha úgy elengedtem volna magam, és magától lejött rólam a ruhám. Magától, persze. Lejött rólam. Tessék várni, bátyám, hát hogy mondjam? Hogyne. Jött le az okni is a lábamról. A magától teljesen minden. És hirtelen a helyére pattant a két kis cipellőnt. Érdekes. És innentől kezdve leesett rólam a rózsaszín alsóm is, és akkor már az ágyon éreztem. Nem volt benne gumi, az. És abban a pillanatban úgyse hiszi el az uram, én nem. Hogy rögtön az a valami, az az UFO úgy, ahogy volt, a rám pattant, és én mennybéli boldogságot éreztem, nekem ilyen jó még soha nem volt. Bocsát, hogy nézett ki ez az UFO, drága hölgyem? Hát olyan UFO. Nagy feje volt, igen? Olyan kicsi alteste volt, és azt hiszem három lába. Az biztos, az tudom. Nem hiszi el nekem én soha. Nem. Olyan zavarban vagyok. És mi történt akkor ott, benn abban a szobában? Hát akkor boldoggá tett engem, és utána úgy megkönnyebbültem. Tehát magáévá tette önt az UFO? Úgy is tetszett ellenkezni? Közösködtek. Tessék várni egy pillanatra. És tetszett vele viaskodni, vagy nem? Viaskodtam, mert egyszerűen annyira természetes volt az érzés. Utána én megkönnyebbültem, és ahogy éreztem, már leszállt rólam. Akkor az UFO az kiment. Szárnyagút, persze a pótásnak. Tessék már várni egy picit, hogy mondjam. És amikor kiment ez a valami, ez az UFO, ez kiment a konyhába, és emlékszem, hogy a maradék pörköltet megette. Megette, beletett a postás táskába, mert az volt nála. Nem az volt, hidd már el nekem. De, postás volt. Hadd mondjam el. Elvitte a nyugdíjamat is, lenyelt. Nem az volt. UFO felszre nyúlt a izébe, a konnektorba. Onnan táplálkoznak, azok nem azért pörköltet vetett. Kérlek, hadd mondjam el. És ahogy visszajött az UFO, utána még egyszer, még tüzesebb volt. Ahogy láttam, akkor már négy lába lehetett. És akkor már úgy közeledett hozzám, hogy azt a nagy táskát, ami előtte volt, félretolta. Persze, mert tele volt levéle. Nem, a levelek már kihullottak, és levette azt a sapkáját az UFO, és még tüzesebb volt. Milyen volt a sapkája, hölgyem, ennek a... Fényes, fény lett. Mi volt rajta? Persze, kimenő sapkája volt. Nem úgy volt, hagyjad, hagyd mondjam el. Tessék, várni, hagyd. És igen? Az volt a csoda utána, hogy még egyszer jó volt nekem, és nekem ennyiszer még nem volt jó. És akkor... Dehogy. Utána, hát ő még próbálta, hogy úgy disznókodni akart. Hazajöttem a katonaságból. De ezt nem engedtem, hogy hozzám nyúljon a más dolgával is. És akkor utána megint jó volt nekem, de arra már nem voltam hajlandó arra. Igen. És akkor megint kiment a konyhába, akkor ott elfogyasztott egy kis fröccsöt. Az én fröccsömet. És utána, ha jól emlékszem, még egy cigarettát is elszívott az egyet? Három lábok? 8 cigit szívott el. Hidd már el, nem hogy nem úgy volt. Hidd már el, kérlek. És akkor utána úgy, ahogy volt, fogta magát, fölvett egy idegen ruhát, és átment egy másik szobába. És én többre nem emlékszem. Nem, de... persze nem emlékezett, mert nem akart. De jó volt. Mert tele volt mindenne. Én nagyon mérges voltam, akartam enni a pörköltből. Nem volt, elfogyott. Rá akartam gyújtani a cigarettára, az se volt ideges, igen, mert fröccsöt akart. Azt is megitte ez az úgynevezett UFO, aki hasonlított Pista postáshoz. Na mindegy, én bementem a szobába, úgy, ahogy volt, bementem, látom ott a pizsamámban az UFO. Hű, de mérges voltam.
Mondom, azonnal gyerekél onnan az ágyból, érted? Az, tudja, mit mondott nekem? Eredj a p***ba! De nehéz az árványa. Na azt, hoppá, 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 jaj. Az öreg a lapátot, mert kocsmázni a francba, azt elment, nézd meg, nem takarított el a lavat, na ná, hogy nekem kell meg, hogy rohadjon meg, hát ennyit, én még ilyet nem láttam, mint egy szeszkazán, mi a rohadt ér, az úr, a francba, na jó van, majd haza szétvágom a fejét, na jó, ha legalább bocsolok egy kicsit, aztán, hogy kapjanak vizet a jószágok, hogy mi az istennyire van ebbe, befagyott, hogy a franc álljon bele ebbe az egészbe. Ha mindjárt oda vágom, mindjárt a főzőbe. Állva jó Istennek! Csak megérkezett! Mit? Gyere ide! Gyere ide! Mi van? Hol? Na! Hol volt? Hol volt? Hát látom, hogy kapaszkodik hát a csomót. Hát akkor szerinted hol volt? Hát ezt kérdezem én is. Szavas Sanyi! Nem Sanyi, Bandi alatt! Az nekem Sanyi! És nem vitatkozom veled! Hol az Istenbe volt maga? Hát ezt mit mondtam, mit csinálj ezzel? Azt mondtam, mire visszajövök, hányd le! Hányjon le! Itt hányjon! Mit csinál? Nézze meg, hogy mit csinál! Mit csinálni? Egyelem, na! Egyelem, egyelem, legyelem! Arrébb! Mit akarsz locsolni télen? Nem vagy normális? Tudod, be van fogyva! Haló? Mit halózik? Halló! Édesfiam, ne azzal foglalkoztál! A világban nagy dolgok vannak! Mik vannak a világban? Ez csak a hóhányással jár az eszem. Milyen dolgok közben meg itt teszem, álma! Szóval nótázni se engedik az ember. Milyen dolgok? Mert mindig lenkre. A Clintonnak szakszofonja van. Se jó Mónikának! Nincs szakszofonja. Miért nincs neki szakszofonja? Mit néz? Miért nincs? Mert nem engedte az apja, hogy zenét tanuljon. És akkor hogy került a szakszofont közelébe? Hát oda mert, a Clinton elnök. Milyen Clinton maga barom az? Clinton? Ja, Flintstone az. Flintstone? Hát gyerekük van. Flintstone, a Monikának. Flintstone Béna, meg a Freda, vagy Freddy, meg a... Amma, összekever. Az nem Flintstone, az Clinton. Ne vitatkozz, az Flintstone lesz. Flintstone. Mert maga minden fog meg, jobban. Fog meg. Miért ebben csinálja? Azért, mert a tököket meg hordd el innen, ne tesszem meg ott. Tököm. Csak hagyja békén az én tökeimet, azok nagyon jó helyen vannak ott. Ne az legyen magának útba. Tökeid, de inkább azt mondd meg, hogy a Mónikának beadtad-e. Ne kezdj ezt a hülye gusztustalan szövegét már megint. Nem arra gondoltam, de, hanem a tehénnek, a Mónikának a tápot beadtad-e. Beadtam. Mit szól, intravénásan? Beadtam, amíg itt vártam, míg meg a részegeskedem, a Pali bácsékkal. Persze, meg volt annak is az oka. Milyen oka volt de annak? De amikor a múltkor nem adtad be neki a tápot, akkor azt mi? A bikának meg be kellett adni Viagrát. Mi az Isten kellett beadni a bikának? Most mondták az önkormányzatnál, mert én ott voltam. Az önkormányzat előtt? Most mondták, bikának beadtak Viagrát. És mi volt? Hát képzeld el, hogy érezte magát. Miért? Besz fölpattant a biciklére, és bement a városba, a kupiba. A városban nincs is kupi! Nem is kellett neki, mert már visszafele annyira kívánta, hogy lerendezte a biciklit. Na most mi az Isten csinálva a csinál? Itt aprítom a havat. Hát minek? Mi van, hogyha tűz van? Hát valamivel el kell oltani. Is, úristen, mennyit ivott maga? Azt mondja meg. Meg volt annak is az oka. Milyen oka volt meg magának? Milyen oka? Az egész ház állaga miatt itt napokig eltűnik. Elmennek zsugázni, meg mit tud-e kuglizni? Nem megyek kuglizni. Nem, most meg keresse a dugipiát. Nehogy keresek, megvan. Nem megvan, kell. Örülök, ez egy nagy felfedezés volt. Ne igyom, mert megint be fog állni, mint a beton. Mit csinál? Miért iszik ennyit? Azért, fiam,
Mert egyedül vagyok. Egyedül. Azért, vagy. Mert mindenkit elüldözöl a házra. Én üldözöm el. Én üldözöm el. Persze, mert magát babuzsgatni kell, meg szeretgetni. Azt kéne magának. Meg egy kis egy óhajtó a fejére. Nőj az Ilonka néni két hét alatt hajtott el innen az ismerőség. Nekem az Ilonka nem is kell. Miért nem kell? Mert ugyanolyan, mint az a Mónika. Miért? Csak a száját tátja. Na jó, befejezd ezt a hülye témát, jó? Mit? És az Erzsi nénivel meg aztán két nap alatt hajtott el innen, még nem is láttam. Erzsi néni az a lénynek nem ártott. Hogy csak bekapta a legyet. Na jó, befejezte? Befejezte a történetet? Fiam, persze, megy a kocsmába a piroskához. Azt hiszem, de nem tudom. Oda, mert fejezd. A piroskának szebb fara van, mint a Sanyinak. Fater, megbolondul. Ne a lónak a Sanyinak. Ja, lónak a Sanyinak. Jobb lesz, ha a piroskát béké hagyja. Persze, mert a körzeti megbízottak a barátnője, aztán majd jó segbe lövik magát. Majd legfélebb azt is lerendezem. Azt is lerendezem. Jézus Úristen. Jézus Mária. Apa, ide, Fater, ne hülyéskedjen. Ne menj el a rohadt kocsmába már el. Nem a kocsmába megyek én, fiam. Hát egyáltalán nem annak tűnik. Szerintem szűzlányoknak vagy az érítségére, a szalagavatójára. Arról már lekéstem. Arról már lekéstem. Ha persze, de te támaszd a falat, mint a franc. Ha mert nem látszott, hogy dől? A fal, meg gömbölyű a talpa is, mi? Hova megy, mondja hova meg. Hova mennék? A kocsis miska. Kocsis miska. Ezt miért adja nekem? Mi? Ezt higgyek, hogy én iszom. Ezt nem is így raktam ide. De így könnyebb. Álljon meg! Ilyen részegen akar menni a biciklivel? Bicikli nem részegen, de semmi baja nincs. Nézd, hogy áll neki. Na jó, ebből elég volt. Hova? Hol van? Mondja meg, hogy hova menj. Megyünk az önkormányzatba. Ilyen ruhába. Ó, ilyen ruhába. Ki lesz ott? Mondja meg. Mindenki ott lesz. A pártitkára. Pártitkára az önkormányzat. Egyszer kocsintunk a... Menjél a büdös francba. Tudta, hogy ez a vége. Hogy egyszer. Nem. Persze, és akkor egész éjszak kocsászt a tejzét. Ez a tanácsháza magának? Hát, még én nem láttam. Tudtam, hogy ez a vége. De persze, Kocsis Miska, mi? Ide jönnek, persze, az izébe, az önkormányzatod, mi? Az a lényeg. Ott aluk, ott kebezó hagyjuk. Ott kebezó hagyjuk, a franc hájon el a kebukvány. Most jól érzi magát? Csókolom. Most jól érzi magát. Ez az önkormányzat, mi? Ide jött maga. Igaz? A polgármester hivatalba jött. Na hol van a jegyző? Hol a Laci gyerek? Hol azt szeretném én látni? Ha már itt vagy, te is így áll valami. Na, Tomá. Kérek szépen egy ilyen megoldást, én is ebben a plöccsen. Jó napot, szomszéd! Jó napot. Mit szól, hogy fogy a falu? Hogy? Hát, szegény Kuti Mikével is mi történt? Ó, hát a jelmezbálmest. Képzelj, patkány mérget tevet. Meghalt? Nem. Hogy? Romlott volt a patkány mérget. A csibát hallották? A kisebbik csiba gyereket? Mi van? Hát a himlőjes arc. Hát a csicsót a lovat kihozta abba a mínusz 20 fokban az éjszakában a lovagolni. Borzaszt, mi lett vele? Miért? Hát azóta ő a lovaszobor a főtéren. Meghalt? Ki? Én? Én nem. Hallották, hogy mi történt Sebőt Pistával, részegettem.